Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit, és nézzünk meg ismét egy online játékot. Nem tudom, miért mondtam azt, hogy ismét, mikor már elég régen volt ilyen, de talán épp ezért is gondoltam arra, hogy kicsit kanyarodjunk vissza a netes világba, és utazzunk vissza egészen az én általános iskolás éveimig, amik hát nem most voltak, és azon belül is az infóórákra koncentráljunk. Tudjátok, amikor az órák végén volt 10-15 percnyi szabadfoglalkozás, szerencsésebb esetben még ennél is több, és így mindannyian figyeltük árgus szemekkel, hogy a tanárnéni mikor fordul el egy kis időre, vagy mikor megy ki mondjuk néhány percre a teremből, hogy elő lehessen venni azokat az igazán erőszakos játékokat, amiket hát amúgy nem lehetett, de mi azért szerettük őket, mint például a Samu az irodaházban, vagy jelen bemutatónk tárgya, ahogy mi becéztük egymás között az üst szét a gépedet. Ennek, ha jól emlékszem, annak idején még kisebb botránya is volt. Nem akarok hülyeséget mondani, de van egy olyan emlékem, hogy még a Fókusz egyik adásában is foglalkoztak vele, hogy milyen rossz hatással van a gyerekekre, és hogy agresszivitásra neveli őket, mert sokkal rosszabb, hogy egy számítógépes játékon belül verik szét a gépüket, mint hogyha a valóságban tennék ezt, ugye, hát ez nyilvánvaló, természetes, hát nem, hát de. És a játék maga tényleg ennyiről szól, hogy szét kell verni egy gépet, tehát ez egy ilyen stressz levezető szimulátor. A Mucsi a fél királyságát odaadná egy ilyené szerintem. Hát így néz ki a menü, egy play gombot tudunk nyomni, amire hogyha rámegyünk, akkor egy ilyen kis elektromos hullám így végig szalad rajta aranyos hangeffekttel. Ez jó pofa. És hát amikor elkezdjük, akkor látjuk, hogy egy kedves delikvens éppen ír valamit hosszasan, csak amikor mentene, kapja a képébe a hibaüzenetet, a háttérben a Quake 3 aréna ikonra azért fölhívnám a figyelmet, és a gong jelzi nekünk, hogy kezdhetjük is a... hát azt, amit ilyen esetben mindannyian tennénk. Dúr oda egyet, jó van, tetszett? Akkor még egyet, azaz, monitor tetejét is megsimogatjuk, jó van. A gépházat se adjuk ám figyelmen kívül, tetejét, oldalát, elejét, minden, úgy. Ez az Enter gombit nekem nem tetszik, üssük ki szépen, jó van, alakul ez. Na és az egér, hát azt se adjuk ám figyelmen kívül, hát ő is tehet arról, hogy szétszállt a szakdogánk. Hoppá, az egeret azt hiszem le is amortizáltam eléggé keményen. Szóval, igen, ennyi az egész játék, amit most láttok. Ahova kattintok, hősünk odavág egy jó emberest, és ennyi. Tehát gyakorlatilag minél kevesebb ütésből rommá kell verni a gépünket, semmi másról nem szól ez a program. És hát ugye a számítógép természetesen ennek megfelelően egyre jobban amortizálódik is, és reagál is szépen a mi ütéseinkre, ezek jól ki is vannak dolgozva. A billentyűzetet mindjárt ketté ütöm, úgyhogy azt hiszem az egérrel meg a billentyűzettel kész is vagyok. Menjünk inkább a fő attrakciókra. Kicsit a gépházat átszabom. Ilyen konzerv hattyú szarrá ütöm az egészet. Na és a monitorra is egy picikét szenteljünk az időt. Nem muszáj ám ilyen lassan ütni, mint ahogy én most csinálom. Tehát lehet így is, hogy így kimérten, szinte már művészien kattintgatsz, de át lehet menni brutál sorozatvetőbe is. Itt a bosszúm! Igen, szóval ez, itt nem mondjak, eléggé elmebajos program, de szóval veszettő szórakoztató, tehát mi annó a suliban imádtuk, tehát nem telt el úgy infóra, hogy legalább az egyikünk ne kezdett volna el játszani vele, és ugye hát az rögtön indította is a lavinát, és mindenki más is akarta. Szóval igen. Úgy néha a gépház tetejét már kicsaptam, szerintem az elejét is. Oké. Okay. Szerintem a gépházat most fogom... Igen, és tök jó, hogyha a gépházat cafatokká vertem, akkor a monitor az reagál rá, ugye, hogy megszűnt az összeköttetés. De hát ez nem sokáig fogja zavarni, mert őt is megkíméljük a szenvedéstől. Úgy né. Kész. Vagy lehet még ütni? Igen, még lehetett tovább is. Na, kérem szépen, ez a játék összetettebb, mint amire emlékeztem. Úgyhogy ja, mint látjátok, 188 ütésből összehoztam ezt a szép panorámát. És gyakorlatilag, hogyha itt rányomunk a repair gombra, akkor kezdhetjük is előről az egészet. Igazából annyiszor, amennyiszer akarjuk. Teljes értékű játéknak nem mondanám ezt a programot, inkább egy nagyon-nagyon-nagyon jó poén.
És hát lehet, hogy így mai fejjel már annyira nem nyűgözle titeket, legalábbis a fiatalabb generációt, hiszen szerintem ennek a játéknak köszönhetően is sok hasonló program készült. Van például egy meglehetősen népszerű monitort egy kicsikét. Szóval van egy meglehetősen népszerű VEC széria, a VEC Your Neighbor, VEC Your Car, VEC Your Boss, amik ugyanebben a stílusban készültek, csak nyilvánvalóan már sokkal jobb grafikai háttérrel és motorral. Szóval lehetséges, hogy ez a program volt az első ilyen igazi VEC játék, és hát az én gyerekkoromnak egy eléggé meghatározó része. Szóval jól mondhatni, hogy elindított-e stílust, mint mondtam, egy kisebb botránnyal, de hát az igazi kultjátékok így születnek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!